A Békepresszó hosszabb életét is szeretnénk biztosítani. Még bérletben játsszuk a címadásban jelentős szerepet játszó Inotai helyszínünkön, a Retro Színházban, a Béke Művelődési Házban, és tervezünk budapesti vendégjátékot is, mind a két Fatfrut is előadásból, tehát a Bunker rajzolót is felújítanánk, és együtt a Békepresszóval. Reméljük, hogy szép jövője lesz. Jönnek a 12-i előadás a más vidéki helyszínek megfigyelő is, úgyhogy lehet, hogy a Bunker rajzoló útját, tehát Szegedet és egyéb más városokat is be tud majd lakni a Békepresszó. Érdemes feleleveníteni, hogy egy érdekes időcsavar van ebben a darabban, ami igazán izgalmassá teszi a cselekményt. Igen, történik benne valami, egy valóságos Inotai esemény, egy nagy kéményt ezt felrobbantottak az amerikai filmesek, akik szinte évente forgatnak ezen a varázslatos ipari helyszínen, és hát ez adta az egyik ötletet arra, hogy mi történjen a darabban. Zajlik az élet a Békepresszóban, a Béke Művelődési Ház büféjében, betévednek különböző figurák, és elkövetkezik az éjfélre tervezett kémény robbanás, ami egy idődimenzió megnyílást eredményez. És itt az amerikai filmesek korábbi filmjeiből, filmsztárok, régi regényhősök jelennek meg az időutazás eredményeképpen, és a kocsma alapfigurái találkozhatnak olyan emberekkel, akik lehet, hogy csak gondolataikban, vagy olvasmányélményeikben, vagy filmélményeikben voltak valóságosak. És ebből egy furcsa élethelyzet adódik, a hőseink ráismernek az emblematikus hősökben saját életük szereplőire, és ebből táplálkozik a darab további konfliktusrendszere, ebből születnek a dalok, és egy nagyon érdekes játék. Még bérletben játsszuk a címadásban jelentős szerepet játszó Inotai helyszínünkön, a Retro Színházban, a Béke Művelődési Házban, és tervezünk budapesti vendégjátékot is, mind a két Fatfrut is előadásból, tehát a Bunker rajzolót is felújítanánk. Jönnek a 12-i előadás a más vidéki helyszínek megfigyelő is, úgyhogy lehet, hogy a Bunker rajzoló útját, tehát Szegedet és egyéb más városokat is be tud majd lakni a Békepresszó. 4 éve mutattuk be az Egy darabot a szívemből című Máté Péter dalokra írott musicalünket. Ez lesz az egyik, a másik a második éve műsoron levő a Pál utcai fiúk című zenés játék, ami pillanatokon belül a 100. előadását érje, és óriási érdeklődés van iránta. A Csini Baba című produkciónk ugyancsak nagyon-nagyon keresett, ezt 3 hónapja mutattuk be, és ez is a 30. előadása fele ballag. És a legfiatalabb produkciónk a Boeing leszállás Párizsban, ez a prózai vígjáték is nagyon nagy siker Szella Dávid rendezésében, és ez lesz a 4. olyan produkció, ami panonos. Lesz 1 vendégprodukció, mégpedig a nyitó előadás a tavaszi fesztiválnak. Ez a nálunk évente tavaszi fesztivál vendég társulataként szereplő Iváncsics Ilona és színtársai csapat hozza el Jókai Anna Fejünk felől a tető című művét, ami nagyon híres darab volt annak idején, és most újra egy mai köntösbe került ez az előadás, mai társadalmi helyzeteket, családi helyzeteket boncolgat. És hát nagyon jó szereposztásban láthatja a közönség. Büszkék vagyunk, hogy az egyik főszerepet ad nálunk 8. éve meghatározó fiatal színész Kékesi Gábor játsza, aki egyébként most egy híres televíziós sorozat, egy nagyon közkedvelt televíziós sorozat egyik főszerepét is játsza. 4 éve mutattuk be az Egy darabot a szívemből című Máté Péter dalokra írott musicalünket. Ez lesz az egyik, a másik a második éve műsoron levő a Pál utcai fiúk című zenés játék, ami pillanatokon belül a 100. előadását érje, és óriási érdeklődés van iránta. A Csini Baba című produkciónk ugyancsak nagyon-nagyon keresett, ezt 3 hónapja mutattuk be, és ez is a 30. előadása fele ballag, és a legfiatalabb produkciónk a Boeing leszállás Párizsban, ez a prózai vígjáték is nagyon nagy siker Szella Dávid rendezésében. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan reagál a mai közönség erre a 1969-ben készült műre.
Az biztos, hogy óriási felismerések lesznek a közönség között, hogy olyan mondatok, amiket a hétköznapi életben használunk, ilyen-olyan szituációkban, azok a tanúban szállóigévé vált mondatok, vagy szólások, közmondások. A társulat tagjai játsszák valamennyi szerepet, nagyon jó úton halad a produkció, úgy gondolom ez az előadás lesz, mint egy bevezetője, vagy előhangja a tavaszi fesztiválnak. Lesz rendőrségi szakértő, aki nyilván az egyes helyzeteket majd értelmezi, hiszen a játék alapvetően a bűnmegelőzést szolgálja. Azért sok paragrafus jogszabály fog elhangozni majd, ami ilyen játékos formában könnyebben elsajátítható lesz a fiatal emberek részére. Az Iváncsics Ilona társulat 46 év után úgy gondolta, hogy felélesztésre érdemes, mert ma is mond valamit ez a család széthullásának története. És így ők megkeresték Jókai Annát, aki emlékezett arra, hogy én 40 évvel ezelőtt fiatal rendezőként első budapesti rendezésemkor az ő Tartozik és követel című darabját rendeztem meg. És azért azt mondta, hogy kérjenek meg engem, és szeretné, ha én rendezném ezt az előadást. Így kerültem én bele ebbe a projektbe, és utána Iváncsics színtársulattal ezt színre vittük, kiváló színészekkel, Papévát sikerült meggyőznöm, hogy térjen vissza a színpadra, és azóta is nagy sikerrel játssza ezt a szerepet. A bemutatón Farkasházi Réka, Varga Tamás, Szirtes Balázs, nem akarok most mindenkit felsorolni, nagyon jó csapat volt, és hát Iváncsics Ilona, aki a főszerepet játszotta, nagyon nagy sikert aratott benne. Amikor sajnálatos módon Anna itt hagyott minket, akkor utána a társulat úgy gondolta, hogy egy turné keretében Annára emlékezve ezt még egy párszor eljátsszák ezt az előadást, így került Veszprémbe. Tulajdonképpen a darab cselekménye 1968 körül játszódik, és ezt annyiban sugalljuk, hogy a jelenetek közé ennek a kornak a nagyon népszerű slágereiből icipici részletek hangoznak föl, hogy ezzel ráhangoljuk a közönséget, hogy a történet pontosan mikor is játszódik. Ez semmit sem von le a darabnak a drámaiságából és azokból az érzelmekből, amiket ezt kivált, vagy amik a színpadon megjelennek, hiszen a szerelem, a család, a szemléletváltás, az életnek a megváltozása az velünk van mindig. Oda költözöm a lányomhoz, és közben hát az egész családi háztól meg kell váljanak, ugye, mert lebontásra kerül, hát ezért a címe Fejünk felül a tetőt, és felajánlanak egy panellakást nekik, amit hát a lányom, akit az Iváncsics Ilona játszik, ugye képtelen elfogadni. Na hát ez az egész konfliktus gyökere. Én ott élek a nyakukon tulajdonképpen. A folyamatot kell eljátszani, hogy egy még életkedvelő nőszemély fokozatosan lassan lebetegszik, tönkre megy és meghal. Amikor nekiláttunk a fesztivál szervezésének, az óhatatlan, mindenki erről beszél és mi is, szemünk előtt lebegett a nyertes EKF 2023 pályázat. Megfogantak bennünk azok a gondolatok, amik a nyertes pályázat tartalmi részében találhatóak meg. Hogy gondoljuk el magunkat egy kicsit másképp, meg hogy az odáig vezető út milyen fontos, meg hogy meg kell szólítani azokat a polgártársainkat, akiket eddig nehezebben értünk el, a fiatalokat, a lakótelepieket. Tehát ezek a vezérgondolatok az idei fesztiválon. Megfogantak bennünk azok a gondolatok, amik a nyertes pályázat tartalmi részében találhatóak meg. Hogy gondoljuk el magunkat egy kicsit másképp, meg hogy az odáig vezető út milyen fontos, meg hogy meg kell szólítani azokat a polgártársainkat, akiket eddig nehezebben értünk el, a fiatalokat, a lakótelepieket. Tehát ezek a vezérgondolatok az idei fesztiválon. Jó néhány olyan produkció jön majd a fesztiválon, ami mind ezt támasztja alá, még digitalizáció is bekerül a koreográfiák közé. Igen, a DART társulat Alfa című produkciója az abszolút a digitális technika
és a koreográfia és a zene és a színpadi mozgás egyenrangú kifejező eszközeire épül. A digitális technika alatt például azt kell érteni, hogy egy olyan élő vetítés kíséri a koreográfiát, a táncosok mozgását, amit egy komponált drónra szerelt kamera vesz, és real time-ban együtt az emberek színpadi látványával együtt adja ki a hatást. Ők nagyon fiatalok, a DART társulat. Ilyen produkciókra vadásztam, amiknél fellelhető, hogy rezonál arra a gondolatvilágra, amit elképzelünk az Európa Kulturális Főváros kapcsán. Igyekeztem a legjobb programot összeállítani, friss produkciók vannak benne. Nagyon fontosnak találom azt, hogy a nulladik nappal együtt, ami április 29-én lesz, összesen 5 fiatal koreográfust és műveit fogadjuk a fesztiválon, és a 7 próbás együttesek közül is mindegyik program egészen friss, tehát néhány hónappal ezelőtti bemutatóról beszélünk. Ez alól kivétel a Győri Balett Forgószél című előadása, ami régebbi, azt viszont azért tartom nagyon jónak, egyrészt, mert nagyon jó az együttes, illetve hát egy olyan ifjúsági családi program, a Forgószél című darabjuk, ami az Óz történetet dolgozza föl, a Totó kutya szempontjából megfogalmazva. Most egy nagyon érdekes projekttel próbálkozunk. A Frenák Pál társulat jön majd workshopot tartani meghívott vendégeknek. Ez zárt körű foglalkozás, 2 részben. Az első részben sérült fiatalokkal fognak interaktív táncterápiás foglalkozást, tárgyhasználatos mozgás foglalkozást tartani. A második részben pedig a veszprémi tánccsoportok, iskolák meghívott fiatal táncosainak tartanak ugyanilyet, és ennek zárásaként a színpadon az interaktív foglalkozáson használt eszközökkel a profi táncosok megmutatják, hogy hogyan lehet a színpadon létezni. De aznap este lesz nyilvános előadásunk, 2 fiatal koreográfus hozza el darabját a Hangvilla Színház termében. A Rajtad áll című produkció, amit Simko Beatrix és Csuzi Márton készített. Simko Beatrix egyébként megnyerte a Grecso Zoltánnal a tavalyi fesztivált, a Euridikéjükkel, de most egy saját darabot hoznak, és akkor az est második részében pedig Horváth Nóra és Ivanov Gábor Beat című darabja lesz látható. Ez 2 egy felvonásos, rendkívül fiatalos, nagyon mai szemmel nézi és mutatja meg a színpadi létezést, a tánc stílusok, zenei stílusok, nagyon korszerűek, nagyon a fiatalokhoz szóló, hiszen fiatal táncosok készítették. Ez nyilvános előadás, ez nagyon izgalmas a szakember barátaim szerint is, és jó magam szerint is az Imre Zoltán program támogatottjai közül a legjobbak közé tartozik, 2 produkcióról van szó. Ez 2 egy felvonásos, rendkívül fiatalos, nagyon mai szemmel nézi és mutatja meg a színpadi létezést, a tánc stílusok, zenei stílusok, nagyon korszerűek, nagyon a fiatalokhoz szóló, hiszen fiatal táncosok készítették. Ez nyilvános előadás, ez nagyon izgalmas a szakember barátaim szerint is, és jó magam szerint is az Imre Zoltán program támogatottjai közül a legjobbak közé tartozik, 2 produkcióról van szó. Az agórás előadás a második napon lesz a színház teremben, a Gergye Krisztián társulat Kokoska babája című előadása, ami után az érdeklődők csak akkor tudnak beérni a Hangvillába, hogyha mi elhozzuk őket, és ezt megtesszük. Lesz egy külön busz, ami behozza a közönséget, hogy kényelmesen el lehessen érni a következő programot. Illetve a 2 inotai előadásra visszük és hozzuk a közönségünket szintén busszal. A busz a Megyeháztéri buszmegállóból fog indulni. Ez, gondolom, ez jár a veszprémi törzs közönségnek, hajlandó végignézni a fesztivál összes előadását. A mai nap a Haszkovóé, 17:30 az Agora előtti téren egy Gergye Krisztián társulat által elővezetett performance, Hami Árnyak címmel, egy szabadtéri ingyenes performance. Utána 7-től Agora színházterem nyitó ceremónia és a Frenák Pál társulat Frusson című programja lesz látható, majd ezután körülbelül 21:30-21:45-kor egy másik szabadtéri performance szintén kint a lakótelepen, Ladányi Andra Lost Angel, elveszett angyal című szabadtéri élőzenés performance-át tudjuk ajánlani a veszprémieknek. Nem kell megijedni az időjárástól, szerintem remek hangulatú programok lesznek láthatóak a szabadtéri helyszíneinken. 20 órától bent a Hangvillába, a színházteremben Duda Éva társulat Utópia című legújabb produkciója, csodálatos táncosokkal, nagyszerű művészekkel,
a közösségi lét és a várható, illetve remélt jövő rajzolódik ki a színpadon, és akinek van kedve, utána leülhetünk a Hangvillában egy beszélgetésre a látottakról. 18 órától lesz látható az Agora Színház teremben a Gedje Krisztián Társulat Kokoska Babája című produkciója, egy csodálatos osztrák táncosnővel, Gloria Benedikttel. Romantika, szerelem, expresszionizmus, ezek a szavak jellemzik az előadást. Utána 20 órától bent a Hangvillában a Színház teremben Duda Éva Társulat Utópia című legújabb produkciója, csodálatos táncosokkal, nagyszerű művészekkel, és akinek van kedve, utána leülhetünk a Hangvillában egy beszélgetésre a látottakról. 8:30 kezdünk a Hangvillában, 2-1 felvonásos táncjátékkal, Mádi László Térfalók című koreográfiája lesz, illetve Anton Lecki Special Society, különleges társaság című koreográfiája a Közép-Európa Táncszínház művészei előadásában. Holnap a várva várt győri balett érkezik hozzánk a gyereknap tiszteletére. Forgószél, avagy a Képzelet csodája című balett előadást lehet látni. Ez az Óza csodák csodája történetének alapján rendkívül magas színvonalon táncművészek előadásában Látványszínház családi programként ajánljuk a nézőknek. Ennek a kezdési időpontja 15 óra, Hangvilla színházterem. Majd inután a Retro Színházban folytatódik a fesztivál, 18 órakor a Naplemente című produkció lesz, a Székesfehérvári Balett Színház előadása. Ez a társaság a legfrissebben alakult táncművészeti formáció Magyarországon, illetve este 21 órakor bent a Hangvilla színházteremben Pataki Klári Társulat előadásában a Mintegy táj című táncszínházi produkció költői vallomás az életről, nagyon szép darab. Vasárnap délelőtt van az utolsó versenyprogramunk, 11 órától a Dotkonszla Társulat I Hear You, Veled Vagyok című produkciója, nagyon izgalmas, a kortárs kontakttánc és a szalsza ötvözetéből dolgozza ki a színházi formanyelvét ez a társulat, illetve este 8 órakor a Magyar Táncművészeti Egyetem jön a szokásos, már hagyománynak számító gálaműsorra, amelynek keretén belül a díjátadó is lezajlik majd itt a Hangvillában, tehát vasárnap este 8-kor a Jövő csillagai, klasszikus balett, modern balett, folklór, mindent hoznak a fiatal művészpalánták a veszprémieknek. A mi évad szerkezetünk az mindig arra épül, hogy tartsuk meg a közönségünket, ugyanakkor saját magunkat is és a kedves nézőket is kihívások elé állítsuk, okozzunk egy kis munkát. A színházi élmény létrehozása és befogadása is egy szüntelen megújulást igényel, tehát nem lehet másképp jó színházat csinálni, csak úgy, hogyha lépegetünk előre. A mi évad szerkezetünk az mindig arra épül, hogy tartsuk meg a közönségünket, ugyanakkor saját magunkat is és a kedves nézőket is kihívások elé állítsuk, okozzunk egy kis munkát. A színházi élmény létrehozása és befogadása is egy szüntelen megújulást igényel. A szerkezete, a műsor struktúrája is egy kicsit változatosabb, izgalmas, kifejezetten néző, vonzó véleményem szerint. A Herr az első, ősbemutató, hiszen újra fordítottuk, és egy új színpadi változat keletkezett. Ennek az az oka, hogy azért olyan 30-40 évenként nem baj, hogyha új szövegváltozatok születnek egy olyan műből, amelyik nagyon erősen és élénken reflektált a saját napjaira. Nem aktualizálni akartuk, de a benne felvetett problémák azok nem múlóak. Rikó Marcell, a Vadfruttig frontembere fordította újra Marton Lívia közreműködésével, a szövegkönyvet pedig én tettem mai magyar nyelvi közegbe. Nagyon sok fiatal ember játszik benne. Talán egy kezemen meg tudom számolni azoknak a számát, akik egy-két évvel többek, mint 30, a többiek, mint 20 évesek. Egy fiatal zenés, színész generáció tud nagyon nagy számban megmutatkozni.
gyakoriak a szerepkettőzések is, ez nyilván megnehezíti a munkamenetét, de megéri, mert fantasztikusan jó hangok, nagyon jó színészi képességek, nagyon jó mozgó képességek, és hát kihívás természetesen azoknak is, akik ezt színpadra állítják, mi magunk is meg szeretnénk ebbe újulni. És a következő évben lesz majd ennek egy kicsit átláthatóbb és biztosabb formája, mi ezt nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon bízunk abban, hogy a teljesítménynek ebben a szétosztási rendszerben komoly szerepe lesz. Nem csak a számszerű teljesítéseknek, hanem annak a kicsit talán irracionális teljesítésnek, amit egy helyhez való kötődés, vagy a szakmánkhoz való elhivatott érzés jelent. Hogyha ezek mind szerepet játszanak, akkor a Pannonhalmi Színház nem járhat rosszul. Ismét egy elég sűrű, mozgalmas nyár elé néz a társulat, alapművekkel nagyon sok helyen. Játsszuk eddigi legnagyobb sikereinket, mégpedig szép számmal a Pál utcai fiúk sikersorozata tovább folytatódik nagyon sok helyszínen. Játsszuk a Csini babát szintén szép számban. 14 éve van műsoron a Padlás és a Dzsungelkönyve című musicalünk, ugyancsak megjelennek nyári műsorunkban. Lesz egy új produkció, egy nagy produkció, ez pedig a Her című világhírű musical, ami új magyar fordításban, és hát egy új szemlélettel kerül majd színpadra. Ezt is megpróbáljuk különböző nyári helyszínekre, és majd a következő évad nyitó bérletes előadásaként kerül újra vissza a Közszínházba. De lesz mese előadásunk is. A szabadtéri helyszíneinken a Kalóz Kaland című interaktív játszadozást fogjuk létrehozni. Ez folytatása a 3 éve bemutatott mesevarázsnak, amiben 4 fiatal színész kalózkodik, és vonja be a gyerekeket, és közben híres énekek és jó kis szituációk közé kerülnek a gyermeknézők. Mi megajánlottunk egy bérletszámot az egyetemnek, amiért nem pénzbeli fizetséget kérünk, hanem elsősorban a modern filológia és társadalomtudományi tanszék hallgatóinak az effektív munkáját kérjük. Csak olyan szakok léteznek ott, amik a mi színházi munkánkat, a mi EKF projekt előkészítésünket segíteni tudják. Ezzel biztos, hogy nőni fog az egyetemről ide látogatók létszáma, és hozzájutunk a jövő szakembereihez, akik itt végezhetik el a gyakorlati felkészülést a saját munkájukra. Hallhatunk egy másik újdonságról is, egy kapcsolatról Szabadkával. Régóta vágytunk, hogy egy határon túli magyar kapcsolatunk legyen. Mi a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházzal vettük fel a kapcsolatot. Ugye itt a vajdasági kultúrával Veszprémnek elég élő kapcsolata van, és Urbán András igazgatóról felvettük a kapcsolatot. Az a tervünk, hogy egy 2-3 napos kis fesztivál keretében bemutatkozna a Szabadkai Színház, az ottani képzőművészek, írók, az ott élő írók, az ott alkotó képzőművészek, az ott alkotó zenészek mutatkozzanak meg itt, Veszprémben, és aztán a következő évben pedig mi tennénk ugyanezt, és látogatnánk el ebben nagyon jól működő, érdekes, kortárs szemléletű színházban. Nagyon nagy feladat elé állítja a színészeket, amikor nincsen egyéb fogódzó, mint az a néhány megszólalás, a pontos koreográfia, nagyon pontos prózai, és nagyon pontos ének megszólalás, és mind a mellett persze a testi épségre is vigyázni kell, hiszen túl azon, hogy rengeteg a mozgás benne, szinte semmilyen díszletelem nincs, azon kívül, hogy a testek, az emberi testeknek kétféle meghosszabbítását láthatja a néző, egy botot, ami önmagában veszélyes szerszám, rengeteg mindenre használjuk, nagyon sokféle értékben és metaforikus ügyben, és van mindenkinek egy ilyen stokira vagy hokedlire emlékeztető kőimitáció, ami hol ülés, hol ágy, hol pulpitus, hol kő, és abból várat is építünk, és erre várra fel is mennek, ami össze is dől, tehát itt azért van mit tennünk. 75 perc alatt történik meg lényegében egy 3 órás színházi előadásnak valamennyi eleme, megragadó, felrázó, nagyszerű zenék, nagyszerű dramaturgia, és én úgy gondolom, hogy kiváló színészi alakítások sora látható benne. Mivel összesen 13 kőműves van, kőműves Kelemennel együtt, tehát ez nagyon kevés ahhoz, hogy tömeget tudjon alkotni, tehát mindenkinek az arcára, apró rezdüléseire figyelek, és nagyon fontos 2 szereplő még benne a befalazandó kőműves Kelemenné, nagyon szép szerep, és a vándor,
aki olyan, minthogyha az idő relativitásából érkezne, minthogyha olyan üzenetet hozna valamely múltból, hogy ez már megtörtént, vigyázzatok, mert újra megtörténik, és valószínű, hogy ez itt nem ér véget, és újabb várépítések és újabb áldozatok várnak a közösségekre. Talán azért is maradt meg így a magyar kultúrában ilyen mélyen ez a kőműves kelement történet, mert mindig is aktuális a kishitűség, illetve a mentális gyengeség, amikor valaki valami célt el akar érni, és a cél előtt a hite meginok, pont azért, mert más lát abban a célban, mint ami a sikerhez elvezetni, ebben a történetben a pénz. Ugye van 13 kőműves, akik félvéka aranyért, félvéka ezüstért elvállalják, hogy felépítik Dévavárát, de ez a félvéka arany és félvéka ezüst elhomályosítja a kőművesek hitét, aminek a segítségével tudnak remek művet alkotni, és mivel csak a pénzt látják ebben a dologban, bukik a mutatvány, és napról napra csak leomlanak a falak. És elkezdődik egy külső okra mutogatás, hogy itt miért omlik a fal. Tehát nem magukban keresik a hibát, hanem másra mutogatnak, szellemekre mutogatnak. És ebből a 13 kőművesből egyedül kőműves Kelemen látja a probléma okát, ami az, hogy kőművesek, ti a hiteteket veszítettétek el a munkátokban. A pénzt látjátok, az aranyat és az ezüstöt látjátok. Ne azt nézzétek, hanem az őrült hitet, ami egy kőművest működtet. Építsük a falat, és nem hisznek neki. És Kelemen ő is beáll ebbe a sorba. És a tragédiája az, hogy ő van egyedül az ellen egész végig, hogy ember áldozat legyen, belemegy a játékba, és kijön elsőként, melyik asszony jön, hát az ő felesége, és hát őt fogják feláldozni. Ő egy tragikus hős. Élő rádiójátékról beszélünk, rádiójáték élőben, ami azt teszi ki, hogy a történet az két fő mikrofonnál zajlódik, a színészek kvázi elmondják, megélik a történetet, és közben a háttérben azok a színészek, akik éppen nem a történet részesei, hátul különböző hangeffekteket hoznak létre, különböző eszközökkel. A történetről annyit, hogy ez Amerikában ez egy kultfilm, az Élet csoda szép, ez 46-ban került bemutatásra, és ott szinte minden karácsonykor leadják, sőt, újra és újra moziban is levetítik. Egy rendkívül gyönyörű történet arról, hogy mi az ember szerepe egy adott közösségben, és hogy nincsen a világon akkora probléma, amit nem lehetne megoldani, és ami miatt az ember azt gondolná, hogy akkor ő most eldobja magától az életét. Tehát minden problémán muszáj túllendülnünk, hiszen a probléma, ami felmerül, az csak az adott pillanatban probléma, és nem szabad ezt úgy megélni, hogy akkor ennek sosem lesz megoldása, és a könnyebb utat válasszuk. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos üzenete a darabnak, hogy bármilyen probléma van az ember életében, nem szabad feladni, hanem mindig újra és újra talpra kell állni, és nyilván pofonokat kapunk az élettől, különben nem lenne élet, nem lenne honnan hova eljutnunk, de sosem szabad feladni, és a könnyebb megoldás felé fordulni. Én azt gondolom, és ez ebben a darabban nagyon csodálatosan meg van írva. 10x hangot kell produkálni a színpadon. Ez azt jelenti, hogy vagyok a saját nagymamám, tehát kisgyerek, aztán házsártos anyuka, frivol kis hölgyecske, kisbaba, tehát ennyit egyelőre, tehát hogy ilyen kis pikantériákkal találkozhat a néző, aki eljön hozzánk. Nem csupán csak rádiójátékot hallhatnak, illetve láthatnak a nézők. Ugye itt arról van szó, hogy van egy társulat, aki 5 személy plusz egy zenész, akik mindenféle, tehát eljátszanak egy egész történetet, ugye az Élet csodaszép, de közben ugye itt azt kell tudni, hogy amerikai színészeket látunk a színpadon, akiknek van saját karakterük. Tehát ami a háttérben történik, az effektezés, legyen az szánkóhang, legyen az korabeli autó vagy autóajtóhang, nem véletlenül emeltem ki ezt a kettőt egyébként, azok látják, hogy ezek a színészek hogy dolgoznak, megőrizvén azt a karaktert, akik ők valójában. Van egy háttértörténet is, hogy kinek milyen viszonya van a kollégájához, tehát ezt is láthatják a fő történeten kívül.